a 25. jubileumi művészetek völgyében a Hermann Ottó intézet is jelen van, és jelen lehetett. Most először megváltozott néven, és egy kicsit megváltozott feladatkörrel. Nagyon fontos, hogy roma alkotók és roma fiatalok vettek minket körbe, Jancsi bácsi udvarába. Ugye nemzetközi forgatag volt, alkotók, képzőművészek, közösségfejlesztők, közösen mutatták be azt a programot, amit másfél évvel ezelőtt kezdtünk. Ez volt a Cinkapanna ösztöndíj program, és az abból kinövő Cinkapanna Népfőiskola Egyesület. Tavaly jött létre a Cinkapanna Népfőiskola Egyesület júliusban, itt Csóronpusztán, és egy hetet töltöttünk akkor is itt a Kapolcsi Fesztiválon, a Művészetek Völgye Fesztiválon, és amikor véget ért egy ösztöndíj program, akkor az egyesület tagjai elhatározták, hogy szeretnének együtt maradni, és ezt egy egyesület formájában kívánják létrehozni. Az előzménye az volt, hogy a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet esélyegyenlőségi programirodája koordinálásával létrehoztunk egy ösztöndíj programot, és olyan roma fiatalokat szerettünk volna támogatni, akik a nappali tagozaton tanulnak, és a saját szakmájukban elhivatottak, ugyanakkor szeretnének dolgozni a saját közösségükben, és a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák és a szegények életkörülményein szeretnének változtatni. Orsos János, aki egy köztisztelem árokköműves, beász cigány ember, ő adott lehetőséget arra, hogy befészkeljük magunkat az udvarába, és arra gondoltunk, hogy mi már régóta foglalkozunk a cigány fiatalok segítésével, hogy a cigány kultúrát a Művészetek Völgyében is meg kellene ismertetni, és az idejében negyedik éve egy lehetőségünk van arra, hogy bemutatkozzunk, mint a cigány kultúra képviselői a Művészetek Völgyében. És azt gondolom, ez nagyon lehetőség a völgylátogatóknak, akik az egész országból látogatnak ide, hogy a cigány kultúrát is úgy ismerjék meg, mint Kapolcsnak egy része, mert Kapolcs nagyon sok zenész cigány élt, és éli a mai napig is, és ez is egy kultúra, amit azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá, és ezt érdemes másoknak is megismerni. Úgyhogy ez így kezdődött, és minden évben gazdagodtunk, minden évben voltak segítőink, akik újak voltak, és idejében a Cinkapanna Népfőiskola is a vendégeink között van, akik szintén segítik a munkánkat, közösen dolgozunk ebben az udvarban, és azt gondolom, hogy ez is egy újabb szint ad az udvar értékének. Ők a cigánytársadalom belül 65-70% tesznek ki. 24 fiatalt vettünk fel a programba, mindegyike roma fiatal, középfokú nyelvvizsgával rendelkeztek, és mindannyian leírták a motivációs levelükbe, hogy igenis ők szeretnének, hogyha kapcsolatban maradnának a roma üggyel, és szeretnék megtanulni, mi az, hogy vidékfejlesztés. Nekünk annyi volt a teendőnk, hogy olyan szakemberekkel hozzuk össze ezt a 24 fiatalt, akiktől tanulhatnak, és az elméleti tanulás mellett úgy gondoltuk, hogy nagyon hasznos, és azt mondom, hogy ez volt a programnak a legsikeresebb része, hogy elmentünk különböző helyszínekre, Szentdrőládra, Borsod megyébe, Hernádszentandrásra, az Őrségben voltunk, Pest megyében Monoron voltunk, a cigánytelep életét tekintettük meg, tehát elmentünk olyan jó gyakorlatokat megnézni, hogy milyen pozitív példák vannak, milyen helyi hősök vannak, akik felvállalták azt, hogy tesznek a közösségükért. Más-más szempontból közelítik meg azt, hogy mi az ő szerepük. A vidéken élő hátrányos helyzetű emberekért mit tehetnek, és az az igazság, hogy ezt még mindig keresi az egyesület, hogy mi az, amiben az a fiatal a legjobban meg tudja mutatni az ő jó szándékát, az ő képességeit, és ez a 10 hónap tulajdonképpen egy összekovácsolódás jelentett a fiataloknak, és azt mondták el például az Őrségben, ahol a falusi turizmussal ismerkedtek meg, hogy a program végére megértették azt, hogy mi az, hogy vidékfejlesztés,
És a legnagyobb felismerés az az volt, hogy más szemmel tekintenek egy településre. Ezután olyan dolgokat is észre fognak venni egy település életében, ami mellett eddig csak elmentek. És nem csak az a fontos, hogy a faluban, a terepen dolgozzanak az egyesület tagjai, hanem helyi vidékfejlesztési stratégiákban részt vegyenek, hozzászólói legyenek, alkotó tevékenységet végezzenek ebben, illetve a településeknek most már vannak helyi esegyelőségi céljai, és hogy azokat ismerve is aktív és alkotó módon részt vegyenek ebben. Minden évben vannak az önkéntesek, azok állítsák ki ezeket a kiállítási dolgokat. Ők hát majdnem egy hetet dolgoznak már előre, hogy itt így nézzen ki, ahogy most van. Programok azok elég színesek, mert a cigány kultúrával kapcsolatosan tánc, akkor lovári nyelv tanítás, és ugye hát nem utolsó sorban a kiállításunkat, ugye, amit itt is lehet látni. Ezzel akarjuk bemutatni a cigányoknak tehát azaz, hogy a foglalkozását is, meg szokásait. Minden évben már hagyománynak számít az, hogy most már ide jönnek az udvarunkba, és ők berendezik, és akkor elég sok látogatónk van. De úgy látom, hogy azért, hogy egyre többen vannak. Már Budapesten megszületett bennünk az elhatározás, hogy nekünk itt kell lennünk. A Fekete Sereg felajánlására vagyunk most itt Kapolcson, ebben a nagy forgatagban, és tudjuk, hogy hol a helyünk, tehát többek között például Jancsi bácsi udvarán is tevékenykedni fogunk, és tehát élőkönyvtárral leszünk jelen, fényképeket fogunk kirakni. Az élőkönyvtár alatt például azt kell érteni, hogy élő embereket lehet kikölcsönözni, élettörténeteket lehet megtapasztalni, elbeszélgetni a résztvevőkkel, és még sok más színes program várja az oda érkezőket. Én először vagyok jelen itt Kapolcson, először találkozok olyan roma egyetemistákkal, akik még nem ismertem. Ez számomra egy pozitív visszacsatolás arra, hogy érdemes lesz majd a továbbiakban is tevékenykedni az egyesületben. A Jancsi bácsi udvarán tálatot vezetek, élőkönyvtárban vagyok jelen. Mivel játszok hangszereken, ezért gitározok, énekelünk együtt közösen az udvarban jelenlévőkkel. A beás cigány közösségnek a kultúráját is szeretném magamba elmélyíteni, és mivel itt beás cigány közösségben vagyok jelen, ezért ennek is örülök, hogy itt lehetek is, új információkat ismerhetek meg. A Művészetek Völgyében, Jancsi bácsi udvarában van lehetőség arra, hogy a roma kultúrába is egy kicsit betekintést nyerhessünk. Már nem első alkalommal, hanem már kétszer részt vettünk a Cinkapanna Egyesület tagjaként. Idén már bekapcsoltunk a programok szervezésébe is. A programok, amikben mi résztvevőként vettünk jelen, ez ilyen volt a tárlatvezetés és az ehhez kapcsolódó kiállítás, valamint az élőkönyvtár. Havonta 70 ezer forint ösztöndíjat kaptak, és amiért azt gondolom, hogy ez egy jelentős támogatás volt a fiatalok életében. És jelenleg ott tart az egyesület, hogy elsősorban önkéntes munkával foglalkozunk, tehát minden egyesületi tag megpróbálja megtalálni azt a területet, ahol ő a legtöbbet tudja segíteni, de keressük azokat a lehetőségeket, ahol az egyesületnek az arculata jellemzőben kialakulhatna. Gondolok ilyesmire, hogy én nagyon szeretem a gyerekeket, szeretek velük táborozni, szeretek velük klubozni, szeretem látni a szemükön azt, hogy valahonnan, valahová eljuttattam őket. Nyári időszakban nagyon sok tennivaló van a gyerekekkel ahhoz, hogy érettebben kezdjék az óvodát, ahhoz, hogy például iskola előkészítő klubokat tartanék nekik, helyi értéktárak munkájába is bekapcsolódhatnánk, ahol a cigány értékek bekerülhetnének a helyi értéktárak gyűjteményébe, és ebben is szerintem aktív munkát kifejthetnek az egyesületi tagok, de például az egészségügy területén dolgozó fiatalok az egészségügyben szeretnének munkát vállalni és feladatot vállalni.
Jelenleg több kisebb projekten is dolgozunk, ezek előkészítő fázisban vannak. Az egyik ilyen a Tanoda program. Az a célunk, hogy tanodákba utazzunk le, és ott különböző foglalkozásokat tartsunk a gyerekeknek, amelynek a központi témája a továbbtanulás és annak a fontossága. Személy szerint nekem a kedvencem a mentor program, mert itt olyan romákat és hátrányos helyzetű gyerekeket karolhatunk fel, akiknek segíthetünk, hogy a főiskolára vagy az egyetemre sokkal könnyebben el tudjanak jutni, vagy ha már ott vannak, akkor segíthetünk nekik az életük kormányzásában, hogy milyen lehetőségeik is vannak egy főiskolán vagy egy egyetemen. Jancsi bácsi 4 évvel ezelőtt feljött hozzánk, aki egyébként itt a helyi önkormányzatnak az alpolgármestere volt, és 16 éve vezette itt a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, tehát csodálatos, példamutató ember. Feljött hozzánk, és elkezdtünk beszélgetni, és kérdeztem, Jancsi bátyám, hát itt van afrikai udvar, itt létezik mindenféle udvar, cigány udvar vajon miért nincs? És feltette nekem a kérdést, hogy hát miért nincs, drága Évikém? És én ezt megértettem. 10 éve gyűjtöm a népviseleteket és mindenféle cigánycsoporthoz tartozó foglalkozások, eszközeit és különböző termékeit, és akkor tehát ez a mondat indított be minket. Akkor én lejöttem, kértünk helyet, Jancsi bátyám szívesen nyitotta a kapuját előttünk, berendeztük az udvart, és mivel zenés családból származom, és nagyon-nagyon sok barátom van zenész itt a megyében, azt gondoltam, hogy mindenkit körbe telefonok, és megkérdezem. Van-e kedvetek esténként itt lenni velünk, és egy jó bulit csapni? Senki nem mondott nemet. Az udvar adott volt, berendeztük az udvart, semmi más nem kellett idehozni, csak magunkat és a vidámságot. Aztán elkezdtek zenélni esténként a családom és a barátaim, aztán csatlakoztak hozzánk nyelvtanár barátom, aztán csatlakozott hozzánk a táncház vezetője, és mi így roma emberek összeszedtük, amink volt. Hát most jó van már, hogy mulatunk, meg táncunk van, meg kiállításunk van, de enni is kell, amikor korog a gyomrunk. És akkor cigányok így a környező faluból, nekem van egy zsákrumplim, nekem meg van otthon 2 kiló halam, nekem meg 3 kiló tésztám, na akkor rakjuk már össze, amink van, és akkor így alakult ki ez az udvar. Az egyik célunk, hogy az egyesület tagságát bővítsük. Egyszerűen fontosnak tartjuk azt, hogy nem csak roma fiatalok, hanem nem roma fiatalok is, és nem csak fiatalok, hanem felnőtt korú emberek. Például itt vannak a roma kézművesek, vagy a roma képzőművészek, akik azt gondolom, hogy egyfajta frissítést, egyfajta más területet fognak adni az egyesület az életébe, tehát várjuk az ő bekapcsolódásukat is, és amikor ezt a folyamatot át fogjuk élni, akkor azt gondolom, hogy sokkal konkrétabbá fog válni az, hogy a közművelődés, az egészségügy, a foglalkoztatás, a lakhatás, a környezetfejlesztés, a vidékfejlesztés területén melyek azok a területek, amelyekben mi sikeresek leszünk. Tegnap Talján Dörögdön is odajött egy fiatal, nem roma egyetemista hallgató, aki azt mondta, hogy nekik van egy alapítványuk, és szeretnének velünk Cinkapanna Egyesülettel együttműködni, és ők nemzetközi területen dolgoznak, és azt a kapcsolati tőkét szeretnék felajánlani nekik, és lehetnek közös programjaink. Tehát mi is keressük azt, hogy ne csak a roma témával foglalkozzunk, ne csak a szegény témával foglalkozzunk, és ugye van 2 hallgató, aki nemzetközi tanulmányokat tanul. Én várom tőlük azt a kezdeményezést, hogy nyissunk Európa különböző országaiba, és ugye amikor a nyitás alatt értem, hogy akkor oda is lehetne menni, és ott magyarországi jó gyakorlatokat vinni, illetve tőlük is tanulni. Első évben csak cigány emberek voltak az udvarban, aztán második évben már ez úgy higult, tehát már 20% a nem cigányok, és most meg már ilyen 50-50%-ban, tehát most már évről évre egyre jobban megbarátkoznak ezzel az udvarral, szeretik és visszajárnak hozzánk. E,
egy városi fiatal, vagy egy másik településről érkező fiatal megérkezik egy közösségbe, az mindig kíváncsivá teszi az ott lakót, hogy miért jött el hozzám, mit tanulhatok én tőle, és mit adhat ő nekem. És megerősítés az mindenképp az életében, hogy rá vagyunk kíváncsiak. Például most elmentünk egy tájértékgyűjtésre, Rimócra, egy néni kijött és megmutatta a Máriás lány fotóját, hogy az unokája Máriás lány népviseletbe öltözött fel. És erről való beszélgetésben megerősítettük abban, hogy ez a népviselet használata nagyon jó. Megerősítettük őt abban, ami már a faluban nem annyira jellemző, hogy igenis legyenek néhányan olyanok, akik fontosnak tartják és életben tartják. Nem minden nap kell ugye népviseletben járni, de vannak olyan települések, akiknek még ez fontos. Akár a magyar népi kultúrában megfigyelhető agyfajta kivetkőzés, ugyanúgy a cigány népi kultúrában is. Tehát a cigányoktól sem kell ezt elvárni, hogy a romantika korában élünk, és akkor rendesen attól leszünk cigányok, hogy minden nap népviseletben járunk, vagy minden cigány tud táncolni. Tehát nem attól. Nem ez a roma kultúrának csak a sajátja a tánc meg a zene, hanem annál sokkal több. Apáról fiúra szállva örökítettük át a kosárfonás mesterségét, amit mai napig is igyekszem a magam részéről is művelni, és más gyerekeknek is átadni. A szüleimet mindig munkásemberként szóval ismertem meg, és neveltek bennünket, és szépen játékos módszerekkel az édesapám befogott a különböző részfeladatokra, illetve anyag előkészítési és akár a kosár aljának az elkészítési feladatokra. És akkor annyira kis jó ternek bizonyult ez, hogy szép lassan megszerettük, és szinte kötelességünknek éreztük azt, hogy minden nap az iskola után akkor hazamegyünk, és a kihagyott feladatokat elvégezzük, ezzel is segítve a szüleink munkáját is, és részben akkor egy ideig, tehát évekig ez így ment, és annyira megszerettük, hogy szinte részünké vált ez az egész. Az egyetemi éveim alatt részt vettem néprajzi kutatótáborokban, ami arról szólt, hogy egy hétre elmentünk egy kistérségbe, és a kistérségben a romák között kutattunk, és azt gondolom, hogy ezt az egyesületi tagok is megtehetnék, hogy ugyanúgy, ahogy most itt vagyunk Kapolcson, a Jancsi bácsi udvarában, megismerjük itt a falusi életet, az, hogy milyen emberek jönnek be ide, milyen műveltségük van a cigányokról, milyen tudásuk van a cigányokról, és a cigányoknak a településen az mindenképp értéket jelent, de nem most is, és akkor is értéket jelentett, amikor csak velük beszélgettünk, csak rájuk voltunk kíváncsiak, hogy mit tudnak ők, miért mentünk hozzájuk, és amellett, hogy mi ugye a kultúrára voltunk kíváncsiak, egy héten keresztül egy csomó mindennel kapcsolatosan megnyíltak felénk, és roma és nem roma középiskolás és főiskolás fiatalokkal csináltuk ezt a néprajzi kutatótábort, és nagyon jó volt azt látni, hogy a fiatalok közvetlenül ismerkedhettek meg roma családokkal, és összefüggéseket értettek meg, hogy mit miért van. Tehát nem csak azt látták, hogy most hogy élnek, hanem hogy miért élnek úgy az emberek. És mi az, ami számukra érték, és mi az, ami, tehát az, hogy a roma kultúrában mi a kulturális jellegzetesség, és mi az, ami nem kulturális. Tehát ez nagyon fontos az embereknek megérteni, és azt látom, hogy a Cinkapanna Népfőiskola Egyesület tagsága is különböző szocializációs háttérből érkezik, és nagyon sokat tudtok egymástól tanulni, és kell is, de ezt amikor egy falusi környezetbe tehetitek, akkor még inkább élőbb. Thank you.